Sajtókategóriában junior prima díjat kapott a Békés Csabai születésű Martin Vanda fotográfus. A fiatal fotóson kívül még öten kapták meg 2017. októberében a rangos kitüntetést. Vanda sajnos nem tudott személyesen részt venni az átadó ünnepségen, így a díjat édesapja, a szintén fotográfus Martin Gábor vette át. Én is igazából a díj átadása előtt 4 nappal tudtam meg, amikor kaptam egy telefonhívást, hogy megnyertem ezt a díjat, és tulajdonképpen a Vállalkozók Országos Szövetségének a helyi testülete terjesztette fel a nevemet az országos zsűri elé, akik több jelölt közül választottak ki 6 helyezettet. Azt hiszem, idén mindenki lány volt, aki megnyerte, a többiek újságírók voltak. Én voltam az egyetlen egy fotográfus, aki elnyerte idén ezt a díjat. 2007 óta adják át a junior prima díjakat azoknak a 30 évnél fiatalabb tehetségeknek, akik a jövő meghatározó személyei lehetnek. Amit én csinálok, az valahol a művészet, illetve a sajtófotográfia határmesdjén helyezkedik el, és mivel művészeti kategória már nincs, ezért így a sajtó kategóriában nyerhettem el, és borzasztóan boldog lehetett, hiszen nagyon jó tudni, hogy itthon is figyelemmel követik azt, amit csinálok, illetve elismerték most ezzel a díjjal. Vanda 2014 óta Londonban él és tanul. Előtte felsőfokú iskoláit Budapesten végezte, így nem sok idő jutott számára szülővárosában tartózkodni. Stábunknak azonban elárulta, hogy milyen érzés visszatérni Békés Csabára. Nagyon jó, és ahogy telnek az évek, az a vicces, hogy mert ugye én 6 évet éltem Budapesten, tehát eleinte, amikor azt mondtam Londonban, és hogy hazamegyek, akkor mindig Budapesten voltam nagyon sok időt, max 1-2 napra hazajöttem anyához, apához. De érdekes, hogy egyre inkább, ahogy telnek az évek, most már Békés Csaba honvágyam van, és nem Budapest honvágyam van, hiszen Londonban már kialakult egy új baráti köröm, tehát amikor honvágy van, akkor inkább anya, apa, illetve a szülővárosom felé. Martin Vanda legnagyobb élményeiről és terveiről egy bővebb beszélgetést láthatnak nézőink jövő héten kedden Háttér című magazin műsorunkban.